Köszöntöm nézőinket, és üdvözlöm a stúdióban vendégemet, Rogán Lászlót, Budakalász város polgármesterét. Üdvözlöm sok szeretettel. Köszönöm szépen a meghívást. Nyár van, és azt mondják, hogy ez az uborka szezon ideje, de Budakalászon ez nem így van, hiszen nagyon sok minden történt az elmúlt időszakban. Ha csak a sportpályákra gondolok, a nevelési intézmények területén, amik a közelmúltban valósultak meg, kezdjük talán pont itt a beszélgetésünket. Ugye gondolok itt az iskolára és az óvodára is. A város, amikor a költségvetését meghatározta, akkor több olyan intézményt is támogatni szándékozott, amit fontosnak gondoltunk. Ugye ez a Szent István telepi általános iskola volt most, és a Szalonka utcai Jovi. Azt látni kell, hogy úgy jönnek össze a dolgok, hogy hiába határozzuk el mi nagyjából február környéken, hogy mit szeretnék, hát tényleg közel fél évnek kell eltelnie, hogy a szakhatóságok, az engedélyek egy csomó minden miatt tudjunk haladni. És mostanában ez az uborka szezon azért is valóban egy kicsit ilyen felfokozott, úgymond uborka szezon lett nálunk, mert amit elhatároztunk tavasszal, vagy inkább tél végén, az mostanra tudott beérni. A Szent István telepi iskolában a felújítás után, amikor a felső szintet ugye megépítették, és ugye elkészült a régóta vágyott négy tanterem, plusz a hozzátartozó szociális blokkok, akkor az a rész, ami régen a dühöngő volt, ugye ez egy felvonulási rész volt, és teljesen tönkrement. És az igazgató úr kérte, hogy ha lehet, akkor segítsünk abban, hogy ezt visszakaphassák a gyerekek. És akkor mi elmondtuk, hogy ha a tankerület is hozzáteszi a maga részét, akkor a város is hozzáteszi a maga részét. Ez a város részéről több mint 8 millió forintot jelentett, és nagyon szép lett. Ez egy olyan palánkkal borított, hálóval befedett, műanyag, gumiborítású terület lett, ami nagyjából megegyezik a Szent István telepi iskola tornatermének a méreteivel. Úgyhogy ez egy... Nem, kicsi a tornaterem sajnos, úgyhogy, de azzal megegyezik. Ami azt jelenti, hogy a gyermekek mondjuk így márciustól egészen novemberig simán használhatják, sőt, hogyha enyhébb a tél és nincs hó, akkor bármikor használhatják. És mi van fedve a teteje, egy ilyen hálós borítás kapott, az nagyon fontos, mert így legalább a szomszédokat nem terheli az a kötelezettség, mint vissza kell jelenni a labdát. Úgyhogy ez nagyon jó lett. A palánkborítás ugye azért nagyon jó, mert neki futnak a gyerekek, vagy bármi van, akkor nem történik baleset. Úgyhogy ezt nagyon-nagyon nagy örömmel vettük, hogy ez el tudott készülni, és nem csak ez készült el ebből a pénzből, hanem hozzávezető utak, ott mehettek is járda, épült, úgyhogy ez az egész környék megújult a Szent István telepi iskolában, a tankerülettel közösen. A Szalonka utca Jovi volt az egyedüli óvodánk mostanáig, ahol nem volt Ovi focipálya, most már van. Itt az önkormányzat az önrészt vállalta, pontosabban annak egy részét, mert az óvoda okosan pályázott, és az önrészt, nagy önrészt megteremtette, amit eddig a város szokott állni, azt az óvoda egy cég által most tudta biztosítani, mi ennek a kiegészítését vállaltuk, és ugye a többit meg ugye az alapítvány tette még hozzá az MLS-en keresztül. Úgyhogy végre ott is van egy pálya, úgyhogy most már a Májva utcai óvodában, a Pomázi úti óvodában és a Szalonka utcai óvodában is van ovi foci pálya, amit lehet, hogy sokan nem tudnak, ez egy multifunkcionális pálya, nem csak focira lehet azt használni, ez egy műfűves kis pálya, amit kézilabdára, váltóversenyekre, focira, bármire lehet használni, ami az óvodások szeretnék. Hát és gondolom, hogy ősztől ez biztosan majd be is népesül, biztos. És nagy gyerekzsivaj lesz ott. Azonban, ami nem csak az óvodásoknak, iskolásoknak szól, hanem mindenkinek, ez pedig a Rigó utcában található streetball pálya, ami szintén elkészült. Szent István telepen talán 3 évvel ezelőtt építettünk egy streetball pályát, nagyon szeretik használni a fiatalok, idősebbek. És a Magyar Oda képviselőtársam kérte, hogy az ő körzetében is történjen egy ilyen fejlesztés, hogyha lehetőség van rá. És a Rigó utca játszótér melletti terület, ami abszolút kihasználatlan volt idáig, alkalmas volt erre a területre, úgyhogy ott egy streetball pálya épült meg, műfűves borítással mellette a pálya gumiborítást kapott, és be van kerítve. Azt gondolom, hogy a fiatalok, idősebbek, bárki, aki szeretné használni, tudja használni. Igyekeztünk így súlyozni, akkor ugye az OMSZ Parkban is ugye történnek fejlesztések, Szent István telep, és ugye fönt a városnak a túlsó fele, a hegy felüli részén szintén, úgyhogy én bízom benne, hogy nagyon sokan fogják használni ezt a pályát.
Én biztos vagyok benne, és ugye látjuk azt, hogy ahogy polgármester úr is mondja, hogy a város különböző pontjaira igyekeznek hasonlóképpen figyelni, és ennek egyik eredménye az is, hogy elkészül a Patakpart általános iskola, aminek a munkálatai jelenleg is tartanak. Hol tart most ez az építkezés? Csúszás történt, ugye az elején, mert a régészek az időjárás miatt kicsit később adták át a munkaterületet, de azt lassan-lassan behozza a vállalkozó. Az alapozások lassan befejeződnek. Ugye akik arra járnak, látják, hogy egy óriási torondarú épült fel, az iskola építéséhez szükséges. Ez egy 25 méter magas torondarú. Azt gondolom, hogy ez elég látványos is. A falazás lassan megkezdődik, elkezdik a falazásokat, és a ütemtervnek megfelelően halad a kivitelező. Én nagyon bízom benne, hogy nem lesz akadály annak, hogy 2020. szeptember 1-én ott el lehessen kezdeni a tanítást, az iskolát meg tudjuk nyitni. Most azon dolgozunk, és azon lobbizunk, és bízom benne, hogy sikerrel, hogy a hozzávezető utakhoz tudjunk állami forrást szerezni. Nagyon bízom benne, hogy sikerülni fog, hanem akkor saját erőből fogjuk ezt megtenni. De azt gondolom, hogy az iskola megépül, hozzátartozó utak jövőre meg tudnak épülni, és egy nagyon családias, csendes helyszínen épülhet meg Budakalász város legújabb iskolája. Ahol szintén nagyon sok gyermek kezdheti majd meg a tanulását hamarosan. Ha már így a bővülésnél és az építkezéseknél tartunk, akkor nem szabad kihagynunk az idős klubot sem, ahol szintén történt fejlesztés a közelmúltban. A város fontosnak tartja azt, nagyon fontosnak, hogy minden korosztályjal egyformán foglalkozzon. Ugye most mondhatnánk azt, hogy a védőoltás a kicsik számára, ugye új focipálya nagyobbaknak, dühöngő pálya vagy streetball pálya az iskola mellett, meg ugye ez a bekerített pálya a még nagyobbacskáknak, és az idősebb korosztálynak pedig ugye szintén szerettünk volna, hogyha tudunk fejleszteni. A Táncsics Mihály utcában van ugye az idősebb napközije, az egy régi épület. Sokan emlékeznek rá, ez a sportvendéglő volt valamikor. Nagyon régóta ott az épület, és beköltözött annak idején ugye az idősek napközije, a másik házba pedig a családsegítő. Kilőtték a házat az idősek, mert hála Istennek olyan munka folyik az intézményben, ami közkedvelté teszi, ezért nagyon sokan várnak, hogy bekerülhessenek ebbe a nappali intézménybe. Ezért a vezető Zelizi Erika kérte, hogyha van rá lehetőség, akkor miután a családsegítő onnan elköltözött egy másik épületbe, hogy segítsünk nekik azzal, hogy átadjuk a területet, és a konyhájukat, étkezőjüket áttehetnék abba a másik épületbe, ezáltal a most eddig is használt épület ezáltal ugye kibővülhetne. A képviselőtestület elfogadta a költségvetésében, és több mint 23-24 millió forintból mi ezt a munkátokat elvégeztük. Jelen pillanatban a munkák elkészültek, majd lesz egy ünnepélyes átadás valamikor augusztus vége felé. Az udvart is rendbe hoztuk teljes egészében, úgyhogy az idősek is tudnak úgy pihenni, hogy szép virágos környezetben tudnak lenni, egy fedett terasz alatt tudnak pihenni, hogyha olyan időjárás van. Kulturáltan tudnak étkezni, és sokkal nagyobb lett a társalgójuk. Véleményem szerint a budakalászi idősek látják, hogy az önkormányzat törődik, foglalkozik velük, ők azt gondolom, hogy ők nagyon-nagyon tudják azt, hogy azok a munkák, amiket értük végezünk, azok tényleg csak értük vannak. Igen, és vannak közös ünnepségek is, ahol polgármesterről is meg szokott jelenni, és ezáltal is erősíti ezt a kapcsolatot, ami velük van. Én nagyon szeretem azt a korosztályt, sajnos szüleim nekem már nem élnek, lehet, hogy ez is kis kötődésem még jobban hozzájuk, de ők tudják, hogy bármikor számíthatnak rám, és tényleg jönnek is hozzám, és hogyha lehet, én mindig ott vagyok az időseknek a kisebb rendezvényeiken, hát a nagyobb rendezvényeken meg természetesen. Ugye idén lesz majd október 1-én a idősek világnapja, ott ugye különleges alkalommal készülünk, különleges meglepetésre is készülünk, ugye utána majd a nyugdíjas, úgymond idősek karácsony, a nyugdíjas karácsony, ki hogy használja, ugye az is lesz majd decemberben, úgyhogy véleményem szerint a csomagosztás majd, a csomagoknak a kiosztása is megtörténik novemberben, ugye ez egy olyan fokú törődés, gondolom én, amit a környékben lehet, hogy nem ennyire erős. Én bízom benne, hogy lehet ezt még erősíteni is, meg kitaláljuk, hogy.
De addig is nagyon sok minden történt ezen kívül, a fejlesztéseken kívül is, hiszen ha az új utakra térünk rá, mint nem csak mi járhatunk, hanem most már nagyon sokan így a környező Budakalász egyes területein, a Kispap utcára, ha rátérünk, illetve a Diófa utcára, valamint elkészült egy új lámpás kereszteződés, ahol egy különlegességet is beépítettek, ez pedig a sebességmérő berendezés. Ugye itt azt mondom az elején, hogy az időfaktor az nagyon meghatározza. Sokszor szokták mondani, hogy mit totojázunk ilyen sokat egy zebra felfestésével. Hát, hogy is mondjam, egy zebrát felfestelés sem 2 percbe kerül sajnos, mert különböző megvilágításoknak kell megfelelni, amit a kivitelező csak hónapokat tud vállalni előre, úgyhogy nagyon bonyolult volt ez a munka, olyan szempontból, hogy én is azt gondoltam, hogy elhatároztuk, és hogy 2 héten belül megvalósul. Hát ez nem így történt, de most ugyanakkor az Ady Endre utcában már régebben óta működik a zebra. Itt viszont a Téglási András utcánál ez most valósul meg. Ez egy nagyon fontos beruházás a városnak, ez egy 13 millió forintos beruházás. Végre a település részek összekötetése is meg tud történni úgy, hogy bízunk benne, hogy baleset nélkül lehet közlekedni egyik település részről a másikra. És amit tetszik mondani, ez a biztonsági hurok, ez azt jelenti, hogyha valaki a megengedett sebességnél gyorsabban közlekedik, akkor piros lámpát fog kapni. Úgyhogy nagyon nem érdemes lesz, nem lesz ott érdemes száguldozni, mert blokkolni fogja a közlekedést mindenféleképpen. Legfőképpen a baleset megóvásra és a gyalogosoknak az életére törekszünk. És ugye azon a részén épült meg a Kispap utca valóban. Elkészült a Kispap utca. A Kispap utca egyelőre Zsák utca, úgyhogy a legvégére a rét felüli részre a kollégáimra is tettek 6 ilyen virágedényt, ilyen kő edényt, hogy ne lehessen a rétre kimenni, és a rét felül bejönni a Kispap utcába. Ennek több oka is van. A legfőbb oka az, hogy ne hordják fel a sarat esős időben a Kispap utcára. Úgyhogy bízom benne, hogy ezt a lakosok, egyébként akik ők kérték, hogy legyen egy ilyen zárás a Kispap utca végén. A lakosok azt is kérték, hogy valamilyen fásítás történjen meg, hogy gyümölcsfákat szeretnének, ezt a kolléganőnek jeleztem, és valószínűleg az ősz folyamán ezeket a gyümölcsfákat a megfelelő helyre el tudjuk ültetni. A Diófa utcában járda rekonstrukció történt. A Diófa utcában nem volt végig járda. Pontosabban volt egy olyan járda szakasz, amit már az időjárás az elmúlt 30-40 év alatt visszavett magáéval, vett a természet, és nem lehetett rajta közlekedni. Itt egy pótlások, felújítások történtek több mint 2 millió forint értékben, úgyhogy most már a Diófa utcában is lehet közlekedni. Szeretnénk valamilyen megoldást egyébként, vagy a Diófa utcánál, vagy a Kilátó utca környékén, a Damjancs utcán átvezetés, egy átközlekedést valahogy, mert nagyon sokan mondják, hogy egyszer nem tudnak átmenni az utca egyik felől a másikra. Vizsgáljuk ennek a lehetőségét, hogy hogy lehetne egy zebrát valahogy elhelyezni. Csak ugye a Szalonka utcánál is van egy zebra, a Magyar utcánál is van egy zebra, és ezért a közútnak vannak különböző előírásai. Ugye ráadásul a Damjancs utca nem is a város tulajdonában van, hanem a magyar közút tulajdonában van. Ezért nem lesz egy egyszerű, de gondolunk azokra az idősebb polgárainkra, akik át szeretnének közlekedni egyik oldalról a másikra, valami megoldást keresünk. Igen, mert nagyon sok háttérmunka van a mögött, hogy egy-egy zebra megvalósulhasson, illetve hogy milyen ütemben lehet elhelyezni őket, ahogy ön is mondja, hogy erre is bizonyos előírások vannak, amikre sajnos oda kell figyelni. De én azt gondolom, hogy így az elmúlt időszakban nagyon sok minden történt a gyalogosok biztonsága érdekében a városban. Legalábbis abszolút ez látszik így a megtörtént események alapján. Ugye próbáltunk egy oktatófilmet is ugye önökkel közösen létrehozni, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a közlekedés az egy veszélyes üzem. Ugye a Budakalászon 3 helyen is megáll a hév. Nekem is halt meg barátom már balesetben. Szerintem mindenkinek van valamilyen emléke, vagy története, vagy barátja, akit elütött, vagy... Szóval ez egy nagyon veszélyes történet. A fiatalok a mai világban ugye máshogy éljék az életüket, telefonnal a kezükben járnak, lehajtják a fejüket, bedugva a fülük, hallgatják a zenét. Nagyon kell figyelni. Ezek a zebra beruházások, amiket végrehajtottunk ugye az Ady Endre utcában, a Sport utcában, most a Téglási András utcában. Szeretnének még a lakosok kérni egyet a Tanító utcában is, még egy zebrát ott a CBA környékére. Ezen is dolgozunk, hogy lehet. Hogy ezek mind-mind azt szolgálják, hogy a balesetet próbáljuk megelőzni. Hogy az emberi életet próbáljuk megmenteni, a balesetektől megóvni a idősebbeket, fiatalokat, bárkit.
Én bízom benne, hogy az emberek ezt látják, mert az erőfeszítéseink tényleg e felé mutatnak. Nem sokára ilyen prizmás figyelemfelkeltést fogunk elhelyezni minden zebránál, ami ugye nagyon-nagyon tudja majd pláne este segíteni az áthaladással. Én ezt, amit lehet, megteszünk. Én azt gondolom, hogy az emberek ezt látják. Igen, hiszen a gyalogosok a legvédtelenebb résztvevője a közlekedésnek. Igen. Figyeljünk tehát oda. Nyári szünet van nagyon sok helyen, és nem sokára igazgatási szünet lesz az intézményben is, a hivatalban. Mikortól és meddig tart majd ez? Augusztus 5-től nem lesz hivatalunk, 2 hétig lesz, zárva, 20-áig bezárólag. Lesz azért ügyelet. Uh-huh. Lesz anyakönyv vezető is, aki ügyeletet tart. A honlapon ezek mind fent vannak. Én kérem is a budakalászlyakat, hogy nézzék ezeket a honlapon bejegyzéseket. A 2 hét szünet azt gondolom, hogy jár a kollégáknak egyben, amit tudnak, ki tudnak venni, mert évközben is persze, aki tud, vagy teheti, vagy muszáj neki elmegy szabadsága, de így tervezhető. Így tudják a kollégák, hogy augusztus elején van 2 hét leállás, amikor a kollégák nagy része el tud venni szabadságra. Én azt kérem minden budakalászitól, hogy tényleg figyelje a közleményeinket, hogy mikortól van zárva a hivatal, de le lehet adni ugyanúgy azokat a fontos dolgokat, amiket a budakalásziak le szeretnének adni. Ügyelet fog működni, úgyhogy aki ezzel élni akar, ez tud vele élni. És ami még nagyon fontos, és ha már a városnál tartunk, akkor a rendezvények sem maradhatnak el. A következő nagy rendezvény az állami ünnepünk augusztus 20-a, ami egy kicsit más lesz Budakalászon, mint eddig. Budakalászon ugye tradicionális helyek vannak, hogy melyik rendezvényünket, ünnepünket hol tartjuk. Ugye március 15-ét tartjuk ugye mindig a Budakalászon a templomkertben, ugye a tilalom megemlékezést ugye a szobornál, és ugye augusztus 20 hagyományosan Szent István telepen van. Az idei év az más lesz, mert a Szent István telepi plébánia templom mellett ugye építenek egy közösségi házat, így most nem tudunk oda menni, mert építési terület, ezért idén a Kálváriára visszük fel ezt a legnagyobb nemzeti ünnepünket, ezt a 20-át, és azt gondolom, hogy méltó helyszínt tudunk ennek adni. Ugye emlékszünk, nem is olyan régen, július 4-én volt ez a csodálatos hangverseny a Kálvárián, ezzel a csodálatos helyszínen. Én bízom benne, hogy ugyanilyen lesz a 20-a. Az a különbség, azzal a különbséggel, hogy nem este lesz ugye az ünnepség, hanem délelőtt, de bízom benne, nagyon sokan el fognak jönni a budakalásziak, és ahogy szoktak részt venni ezen a nagyon régi ünnepünkön, ezt most is meg fogják tenni. Hiszen egy másik hagyomány is szerepet kap újra, ez pedig a városi díjak átadása. Ez mindig 20-án történik meg. Itt a budakalászi polgárok elé szeretnénk kiállítani azokat a budakalásziakat, akik tett képviselőtestület méltónak gondolta arra, hogy bizonyos díjakat megkapjanak, egy kis méltatással, egy kis ajándékkal, de legfontosabb az, hogy budakalásziak előtt láthassuk, hogy idén ki volt az a férfi vagy hölgy, aki olyan díjra érdemes, amiért esetlegesen többet tett ezért a városért, vagy az évek munkája feljogosítja arra, hogy történjen valamilyen díjátadásban, részesüljön, hogy ez meg fog történni 20-án. Ahol ünnepeljünk együtt minél többen. Azonban lesz egy másik, kicsit kötetlenebb rendezvény is, ez pedig a Városnapok szeptemberben, illetve a Lecsókfőző Fesztivál, ami egy első rendezvény lesz ismét. 10 éves a városunk, ezt mindig el szoktuk mondani, minden rendezvényünkön, kiadványainkon ez szerepel idén. 2009-ben kaptunk városi rangot, és ugye abban a 10 esztendőből 9 évet ugye én töltettem el a budakalásziak jó voltából a polgármesteri székben, és rengeteg mindent tudtunk közösen megvalósítani. Ez most valóban egy állomás. Ugye péntek este kezdünk egyébként, már nem is szombaton, már péntek este lesz egy sörfesztivál, ahol majd a Káli polgármesterrel közösen fogom a sörös hordót csapra ütni. Bízom, hogy nagyon sokan el fognak jönni, ha jó úgy lesz, akkor remélem, hogy nagyon sokan ott lesznek. Ugye szombaton megyünk tovább, és ugye vasárnap lesz a Lecsófőző Fesztivál. Ez egy első hagyományteremtő szándékkal induló Lecsófőző Fesztivál. Bárki, aki jelentkezik, egyesületek, baráti társaságok jelentkezhetnek, nagyon sokan jelentkeztek már. Nagyon sokan szeretik a lecsót, a finom lecsót. Mi is több csapattal leszünk jelen, épp a most ez ilyen belső információ, de ahol most én is lakom, ott az utca közössége szervezkedik, és lesz egy Fenyves utcai csapat is, aki főzni fognak a különböző egyesületek, civil szervezetek, pártok, bárki, aki szeretne, és azt gondolom, hogy hagyományt tudunk ezzel is teremteni. Én bízom benne, hogy így lesz, és minél többen megkóstolják majd, hogy ki mit főzött ki arra a napra. Azonban, ha ősz, akkor
Muszáj megemlítenünk azt, hogy Áder János köztársasági elnök a múlt héten kiírta az 2019-es önkormányzati választásokat. Polgármester úr, ezzel kapcsolatban mit tart fontosnak elmondani? A kampány az nem kezdődik még el, mert hivatalosan 51 napon indul a kampány, azt jelenti, hogy augusztus 24-ével fog indulni a kampány, de hát ugye látjuk, hogy azért már kampányidőszak van ideje, ezt különböző kiadványokból láthatjuk. Nem csak itt mondom el, de mindenki láthatja, tudhatja, hogy szintén szeretnék én is fogok is indulni ezen a választáson, és azt gondolom, hogy az a 9 év, ami mögöttem van, feljogosít arra, hogy pozitív reményekkel mondhassam azt, hogy bizakodom. Én azt gondolom, hogy a lakosságnak figyelni kell most arra, hogy vannak bizonyos határidők, ezeket be kell tartani, akár a jelöltállítási határidők, akár az ajánlatgyűjtéseknek a határideje, annak a leadása, a kampánynak a végigvitele. Én bízom benne, hogy ez csak persze remény lehet a részemről, hogy egy normális kampányt tudunk végigvinni. A mi szervezetünk biztos, hogy egy kultúrált kampányt fog végigvinni, de ahogy a főpolgármester úr és a főpolgármester jelölt úr is mondta, ez egy küzdelem. Itt azért megy be a ringbe a két versenyző, hogy kiüsse egymást, csak egy dologra kell figyelni, hogy övön aluli ütéseket nem mérünk egymásra. Ez nagyon fontos. Én azt gondolom, hogy ez a város ez valamennyire kultúrát, hogy tudja ezt majd kezelni. Gondolom lesznek indulók, sok induló, mint minden választási ciklusban vannak indulók. 5 év alatt mindenki érez magában bizonyos ambíciót, amit szeretne ilyenkor bemutatni, és a budokolászékelyet tenni, tárni. Én gondolom azt, hogy meg is teszik ezt. Úgyhogy a mi szervezetünk a Fidesz szintén állít jelölteket, meg is vannak a jelöltjeink. Én vagyok a Fidesz polgármester jelöltje, úgyhogy gondolom ez máshol is így lesz. Én bízom abban is bíztatom mindenkit, hogy éljen majd ezzel a jogával, de szerintem még fogunk erről beszélni. Igen, igen. Mindenféleképpen beszélgetünk még erről, és ami még fontos, hogy Budakalászon a részvételi arány minden egyes szavazáson magasabb, mint az országos átlag. Itt is egyébként erre számíthatunk majd ősszel? Úgy szokott lenni, hogy általában magasabb. Ugye ezt látunk kell, hogy 50% körül szokott lenni az őszi választásoknak a részvételi aránya a Budakalászon, és nagyjából az 50% körüli eredmény szokott lenni. Ami azt jelenti, hogy a lakosság felét érdekli nagyjából ez a választás, ami vagy jó, vagy nem, de hát ez van. Én azt gondolom, hogy most sem lesz igazán más. Vannak különböző csoportok, akik nagyon hajlandóak, idősebbek, nagyon szeretnek elmenni, ezen mindig részt vesznek. A fiatalabbak még egyelőre nem annyira, de hát mindenkinek a szíve joga, hogy éle ezzel az állampolgári jogával. Én arra tudok csak kérni mindenkit, hogy a demokráciát úgymond ünnepeljük a választásokkal, jöjjenek el, és mondják el a véleményüket az emberek. Az 50% is egy nagyon jó eredmény, hát hogyha több, akkor több. Én azt kívánom, hogy beszélgessünk még így, hiszen lesz még addig bőven miről beszélgetnünk polgármester úrral, és össze pedig mindenkinek ott a helye is menjenek el szavazni. Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt hozzánk a stúdióba és a vendégem volt. Nézőinknek pedig köszönöm figyelmüket, vendégem volt Rogán László, Budakalász város polgármestere. Minden jót, viszontlátásra!